Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és hogy mit fog tenni. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyeset, ennek a díja 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt láthatóak a halak, jelentik a pénzügyi dolgokat, de sajnos a háttérben megjelenik a ravasz róka, figyeli az ő anyagi helyzetét. Hogy ki ez a személy, valószínű, hogy egy hölgy, ahogy itt a képen is látható. Hogyan érzi magát? Kellemesen, annak ellenére, hogy itt megjelenik a hamisság a háttérben, de ő átlát a dolgokon. Sőt, ez a lilium virág jelenti azt, hogy itt tisztázni akar valamit, hiszen valaki figyelgeti őt, vagy be akarja csapni, követelőzik, pénzt akar tőle, de nem ad neki, hiszen itt látható, hogy megvan a belső nyugalma, és tisztázni fogja a dolgokat. Ami a virág csokrot illeti, itt lesz egy kellemes meglepetés. Lehet, hogy ez a hölgy azt hiszi, hogy nem jött rá, viszont látható a képeken, hogy igen, ő tud erről. Itt ez a könyv jelentheti az ő tudását, vagy egy tovább képzést is, de eddig csukva volt, tehát jelentette a múltban az ő zárkózottságát, de jelenleg kinyílik, sőt itt ez az ajtó is látható, ő nyitott lesz veled ezekről a dolgokról beszélni. Ő tekint egy irányba, lesz egy irányváltozás, lesznek változások és tervek. Mi köt össze benneteket? Ez te vagy, hiszen te állsz a középpontban. Felét fog tekinteni, nyitott lesz hozzá, meglep téged, megajándékoz téged. Tisztázódnak a dolgok, hiszen rájött arra, hogy valaki be akarja csapni őt, vagy követelőzni fog, figyelgeti őt különösen, ami az anyagiakat illeti. De nem engedi magát kihasználni. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!